Egyre ködösebb jövőkép, sziasztok, köszöntelek benneteket. Több értelmű ez a mondat meteorológiai szempontból, ugyanis egyrészt a következő napokban is a napsütés, illetve a köd harca lesz a jellemző időjárásunkban, másrészt pedig igencsak bizonytalan a vasárnapi hétfői napot követően a folytatás, de erről majd a videó végén beszélek kissé részletesebben. Nézzük meg a légköri helyzetet. Látható a műhold felvételen, hogy hazánk déli és keleti részén képződött nagyobb területen köd, illetve réteg felhőzet ma reggelre, amely a nappali órákban fokozatosan észak-északnyugat felé advektálódott, azaz helyeződött át. Ugyanakkor ez elkezdett a napsütés hatására zsugorodni, viszont még a felvétel időpontjában bőven akadtak felhősebb, párásabb körzetek országunkban. Hogyha megnézzük a nyomási előrejelzést, illetve a hőmérsékleti animációt, láthatjuk azt is, hogy az a magas nyomás, amelynek ezt az időjárást köszönhetjük, a következő napokban is itt marad a közelben. Ennek következtében érdemi változás nem várható sem a Kárpát-medence, sem pedig Közép-Európa időjárásában. Ennek megfelelően az előttünk álló éjszaka is ismét egyre nagyobb területre terjed ki a köd, illetve a rétegfelhőzet, a minimum hőmérsékletek pedig általában fagypont körül alakulnak. Több fokkal fagypont alatt inkább csak a kezdetben kevésbé felhős, szélvédett, hidegre érzékeny északi völgyekben lehet a hőmérő képzeletbeli higanyszála, míg a nagyobb városok belsejében, illetve a vízpartok mentén akár több fokkal fagypont fölötti minimumok is előfordulhatnak majd. Holnap délelőtt a köd, illetve a réteg felhőzet akár nagyobb része még makacsul tarthatja magát az országunkban, ugyanakkor várhatóan a délutáni órákra ismét a naposabb tájegységek kerülhetnek túlsúlyban, de látjátok azt is, hogy magas az előrejelzés bizonytalansága, ugyanis kérdéses, hogy mely vidékek tartoznak majd a naposabb tájegységek, és melyek pedig a ködösebb tájegységek közé. Minden esetre talán az elmondható, hogy az északi völgyekben, illetve országunk nyugati, délnyugati vidékein később zsugorodhat, lassabban zsugorodhat a köd, illetve az abból megemelkedő rétegfelhőzet. A maximum hőmérsékletek is ennek megfelelően szóródnak majd. A ködösebb vidékeken, a ködösebb, párásabb tájegységeken inkább 10 fok alatt maradnak a maximumok, míg a naposabb tájakon 10 fok fölé emelkedik majd a hőmérő képzeletbeli higanyszála, néhol akár a 13-14 fokot is elérheti. A következő napokban sem számíthatunk lényeges időjárás változásra, mind pénteken, mind pedig szombaton az éjszaka képződő, illetve az éjszaka újra terjeszkedő köd, illetve réteg felhőzet zsugorodását követően kisüt a nap, bár azért egyre lassabban zsugorodik várhatóan a köd, illetve a réteg felhőzet. Vasárnap azonban nyugat felől felhők sodródnak be egy közeledő légörvény hatására, magasabb szinteken is, elsősorban a Dunántúl fölé, de még ekkor sem várható lényeges változás, számottevő csapadék, egyik nap sem valószínűleg feljebb kisebb eső, a ködös tájakon pedig szitálás fordulhat elő, és a hőmérsékleti értékekben sem várható drasztikus eltérés a következő napokban. Hogyha megnézzük a budapesti fáklyadiagramot, akkor azonban azt láthatjuk, hogy a jövő hét elejétől jelentősen megnő a bizonytalanság a legfrissebb előrejelzésekben is, ugyanis még mindig kérdéses, hogy az északról délre elinduló sarkvidéki eredetű hideg levegő Közép- vagy Kelet-Európát árasztja el. Elsősorban a hőmérsékleti értékek alakulásában nagy a bizonytalanság, abban már kevésbé, hogy a jövő héten is igen kicsi a jelentős mennyiségű csapadék esélye. Mindenképpen kövessétek figyelemmel a legfrissebb előrejelzéseket, amelyeket ezeken a platformokon érhettek el. Kellemes napot kívánok nektek! Sziasztok!